Sziasztok, Divatikon nézők! Muri Enikő áll itt mellettem. Szia, Enikő! Sziasztok! Üdvözlöm a nézőket is! Legutóbb ugye a dedikálásodon találkoztunk, ahol az első CD-d jelent meg. Még egyszer gratulálok! Most itt vagyunk a Magenta Divat bemutató jöttán, ahol te voltál a sztár fellépő. Hogy érezted magad? Nagyon jól éreztem magam, egyébként izgultam is, nem tudom, hogy miért. Divatbemutatón én még nem énekeltem, tehát ez egy megtisztelő feladat volt, hogy erre fölkértek, mert ezért tényleg nekem is ott kellett énekelni, ahol a csajok bemutatták a ruhákat, és hát megmondom őszintén, ilyen keskeny színpadon még az életben nem volt, úgyhogy nagyon jól éreztem magam, jó volt a hangulat, a háttérben is, úgyhogy nagyon jó volt. Ha már ugye divat, volt idő, amikor visszafogottabb volt az öltözködésed. Mondhatni, hogy óriási változáson mentél keresztül, egy divatmárka arca is lettél, nagyon nagy sikereid vannak, ünnepelt sztár vagy, most is sugárzol. Mi befolyásolja így a zöldözködésedet? Tehát a munka, a divat, a közönség, netán a pasik? Igazából nem, tehát én kicsit önző vagyok ilyen téren, és én mindig azt eszem föl, amit szeretnék. Nyilván, hogyha ez arra érvényes, amikor elmegyek mondjuk a boltba, vagy találkozok egy barátnővel, tehát igyekszem mindig stílusosan öltözködni, de nem feltétlenül követem a trendet. Tehát nyilván megnézem az újságokban, hogy éppen mi az aktuális trend, mi az, amit most többen hordanak a lányok, de én szeretek egy picit ettől eltérni. Tehát én szeretek kényelmes ruhákba öltözni, nekem ez egy nagyon fontos dolog, és ezt szem előtt tartom, amikor mondjuk elmegyek fellépni. Úgyhogy így nem ragaszkodom semmihez, hanem úgy inkább a saját kis utamat követem ebben is. És volt már mondjuk olyan randi, ahol nagyon kiöltöztél, és... Egyáltalán nem volt ilyen. Nem, nekem ott is az volt a lényeg, hogy én kényelmesen és jól érezzem magam abban a szituációban, de... Tehát ugyanazt tudom elmondani, hogy nekem annyira ez nem szempont, tehát... Nem, én legalábbis nem szeretem másokon látni azt, hogy úgy néznek ki, mint aki most lépett ki a címlapról. Tehát szerintem a visszafogottabb az jobb, tehát a kevesebb néha ugye több. És én ez alapján működöm. Ugye a pasik, rég került már szóba nálunk ez a téma, hogy állsz a szerelemmel? Következő kérdés? Nem, igazából nyilván a lapok lehozták, én is elmondtam. Voltam ki New Yorkban, találkoztam egy régi kapcsolatommal. Jókat beszélgettünk, jó volt átbeszélni, hogy most mi történt, hogy történt. De igazából így az életre bízzuk ezt, hogy most így merre, hogyan tovább fog történni a kettőnk dolga. Jó érzés volt vele találkozni, de most így egyelőre csinálom a kis munkámat, most ugye nem sokára színház, ugye már beköszöntött az űz. Úgyhogy így várom a további feladatokat, szeretnék majd egy kicsit pihenni a családdal, így hazamenni, almát szedni, vagy mit tudom én. Tehát egy olyan csupa olyan hétköznapi dolgot csinálni, amitől már így elszoktam, vagy ami nagyon régen volt már. Jó, kidumáltad magad, hogy ne tudjuk meg a lényeget. Ha már mondtam, hogy nagyon sokat változtál, ugye nagyon sok fotózáson is vettél részt, nálunk is voltál, ugye? Izgatja a fantáziádat a modellkedés? Hát, mint szakma, így megmondom őszintén, hogy nem. Azért nem, mert én egyáltalán nem tartom magam modell alkatnak vagy típusnak. Nekem nincsenek nagyon csinos lábaim, bár igyekszem, hogy az legyen, mert hát ugye járok edzeni powerplate-es edzésekre, de én maradnék annál a szakmánál, amit valamennyire értek, vagy valamennyire tudok csinálni, és hát nyilván mind a kettőben erősödni szeretnék. Az, hogy elhívnak engem így fotózásra, vagy ilyen-olyan alkalmakra, az nekem nagyon jól esik, mert látnak bennem fantáziát. Legalábbis én ennek tudom be, és szeretem azt is csinálni, de maradnék a fő szakmánál, amit mindig is imádtam csinálni, és ez szerintem már így is marad. Ha már a lábakat említetted, most is egy dögös tűsarkúba léptél fel. Tudjuk rólad, hogy imádod a tűsarkúakat. Most is mész szombaton a Glamour magazin tűsarok futására. Van-e kedvenc cipőd, illetve gyűjtöd-e a cipőket? Hát nem vagyok fanatikus cipőgyűjtő, de vannak kedvenc darabjaim. Tehát nagyon-nagyon kevés, hát nem azt mondom, hogy kevés lábbelim van, de tényleg nem roskad össze a szekrény a cipőimtől, de...
Nekem a, tehát a magas sark, én egy bika típus vagyok, nekem a kényelem az az első. Tehát, hogyha egy magas sarkút is veszek, akkor direkt olyan cipőt választok, vagy olyan lábbelit választok, amiben kényelmesen el tudok lenni egész este. És vannak ilyen lábbelik, tehát csajok, vannak ilyen lábbelik, tényleg létezik, de inkább lapos. Tehát most is például, nem tudom, hogy veszi a kameramat, de megmutatom, hogy most is például egy lapos talpú cipőben vagyok, mert hát egyrészt ugye sokat készülök a glamour futásra, másrészt pedig hát fontos nekem tényleg az, hogy egyrészt, hogy kíméljem a lábamat. Hát na, azért erre azért oda kell figyelni. Mit csinálsz az este további részében? Hát igazából én az ivásnak nem vagyok a rekordere, vagy a mániája, de én szerintem még most itt leszek egy kicsit, beszélgetek emberekkel, és én így nagymamáson így hazamegyek aludni egyet. Nekem fontos a pihenés, tehát néha képes vagyok bulikat kihagyni azért, hogy otthon pihenjek egy jót. Meg berakok egy filmet, hát ilyenek. Azt láttam a rajongói oldaladon, hogy felszoktad dobni témaként, hogy éppen milyen filmet nézzél meg. Ez nagyon jó ötlet. Szoktál rájuk hallgatni? Egyébként igen, tehát akkor is megszavaztak egy filmet. Azt hiszem a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt nyert, és egyébként azt is raktam benézni. Úgyhogy, de utána megnéztem még egy csomó másikat, tehát én ilyen mániákus filmes vagyok. Meg hát volt szerencsém tavaly nyáron forgatni egy filmben, egy francia filmben, ez az Asterix és Obelix című filmnek a következő része, ahol hát volt szerencsém találkozni a Gérard Depardieu-vel, igen, most nem jut eszembe a neve, a Catherine Deneuve-vel, illetve hát az új Asterix-el, akit az Edouard Baer fog eljátszani, és hát nekem ez egy nagyon nagy élmény volt, hogy én alig várom, hogy a moziba legyen a folytatás, mert egyszerűen kíváncsi vagyok, hogy nyilván azért, hogyha fölvesznek snitteket, akkor abból azért még nem derül nagyon ki, hogy milyen lesz a mozi, de nagyon jó volt, nagyon jó. Milyen szereped lesz benne? Igazából statiszta voltam benne, tehát semmi extra, de mindig igyekeztem ugye a kamera előtt lenni, hogy hátha felfedeznek, mint színész, vagy filmszínész, de meglátjuk, de nagyon várom már. Na hát köszönjük szépen az interjút, akkor hagyjunk menni, illetve filmezni. Nézzétek továbbra is a divatikon.hu. Sziasztok! Sziasztok! Ha profi fotókat szeretnél, választ Kasszás Bencét. kasszásbence.hu. objektívfotó.hu. Hogy mindig pontosak és divatosak legyünk, partnerünk divatórák webáruháza.hu. Kövess minket Facebookon is! Média partnerünk